Az első negyed órában már körvonalazódott a papírforma, a Tolna megyei első osztályú bajnokság listavezetője, a Kékmezes Bálthazék sokkal jobb, mint a 16 csapatos Szabolcs-Szatmári bajnokság tizedikje. A játékbeli fölény szűk fél óra elteltével folyamatosan gólokra váltotta a hazai csapat. A 26. percben Lelk Marcel lőtt Vituska passza után a bal alsó sarokba. 1-0. Gyorsan jött a második, közelről Gábor Gergő juttatta gólvonal mögé a labdát 2-0. Sakkmacs helyzet után megint az előbbi gólszerző Gábor tette fel arra bizonyos írápontot 3-0. A pirosmezes fehér gyarmat alig-alig jutott el a bátaszéki kapuig, így újabb bátaszéki gólok szinte levegőben lógtak. Mint kés a vajon, úgy futottak át a gyarmatiakon. Fölényükre jellemző, hogy a 100%-os zicsert a bátaszéki középhátvéd Calka Norbert fejezte be. 4-0. 5 perccel a félidő befejezés előtt úgy tűnt, több gól már nem születik, de ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy fél tucat legyen a különbség. Közel volt az első góljához persze a fehér gyarmat, amikor egy lövés után Klézli helyett a kapufa mentett. A 42. percben Baladin átadásából a bátaszéki játékmester Vituska villantotta meg rugótechnikáját, a jobb alsóba tekert elegánsan 5-0. Egy percre rá megint sakkmat helyzet alakult ki. Tóth Tamás is feliratkozott a gólövő listára, ellenfelét kicsit alázva gurította az üres kapuba. 6-0. Szünet után a katasztrofális vereséget elkerülendő a szabolcsi csapat lemondott teljesen a támadásról, csak védekezett. Így is két gólt kaptak, mind a kettőt Vituska lőtte. Az utolsó percben a végig sportszerű vendégcsapat megszerezte megérdemelt becsületgólját. Egy kontratámadás végén, amit szépen végigvittek, Kocer 16-17 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. 8-1. A bátaszéki csapat és a mezőny legjobbja Vituska István volt, 3 gólt lőtt és végig jól játszott. Nem tudtunk sok mindent róluk, azt, amit az interneten utána néztünk, hogy a bajnokságban kicsit gyengében szerepeltek, a kupában jó szerepeltek. Igazából aztán az első 10 perc után, amikor megjött az első gól, ugye, ott onnan már ment azért a játék, szerencsére jó ment a játék, és akkor mindenki föl tudta venni a ritmust, úgyhogy így nem kell, elkerültük a fizikális kontaktot igazából. A bátaszék kombinatív futballjával igazolta, nem véletlenül vezet a Tolna megyei első osztályú bajnokságban. Információnk nem volt róluk, amit az adatbankból le lehetett lesni. Jelen pillanatban nem úgy szerepelnek a bajnokságban se. Két döntetlenjük, meg egy vereség. Ebből indultunk ki, hogy hát nem lehetnek csúcsformába. Mi meg azért lejátszottunk 3 meccset, és 11 gólt rúgtunk, gólt nem kaptunk. Hát nyilván bizakodtunk, hogy nehezen is, de lehozzuk ezt, amikor ez könnyebb lett. Egy dolgot úgy érzem, hogy megtanultak a legények, hogy a távolságokat jól mérjük be. Tehát közel vagyunk egymáshoz, tudjuk egymást segíteni, és ezáltal folyamatos tud lenni a játék. Nincsenek azok a nagy távolságok, ami régen jellemző a csapatot. A bátaszék ezzel a győzelmével a Magyar Kupa főtábláján a második fordulóba 64 csapat közé jutott.